napot kívánok, ez a Kanizsa Café, egy új hetet kezdünk, méghozzá ezen a héten Bolla Ferenc a Hátulról Motoros Klub Egyesület, ugye azt hiszem az Egyesület is a hivatalos nevetekben van, elnöke a vendégünk, köszöntelek nagy tisztelettel, örülök, hogy itt vagy, és ezt a hetet végig beszélgethetjük. Az apropó megható és szomorú is egyben, múlt pénteken halottak napján, mondhatni most már hagyományosan megemlékeztetek az országutakon elhunyt motoros társakról a Hevesi úti kopjafánál. Erről mi is beszámoltunk itt a Kanizsa televízióban. Honnan jött az ötlet, honnan jött a gondolat? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon becsülendő, nemes szándék, és egyben cél is évről évre, hogy ott összegyűjjetek, és engem nagyon meglepett, megmondom őszintén, hogy rengetegen voltatok, rengeteg motoros összejött. Először is köszönöm szépen a meghívást. Az apropója ennek a rendezvényünknek, ugye elsőként van egy motoros szentelés, motorszentelésünk tavasszal, az a fő induló programunk itt a városban, és ugye az őszi, illetve az a tél előtti évadzáró rendezvényünk pedig az hogy motorosokra való megemlékezés. Az apropója a következőként alakult, hogy korábbi években kaptunk a belügyminisztörömtől ezt a kopjafát, és abban az évben nagyon sok motoros, 970 motoros halt meg az előző évben az országutakon motorosok. Egy esztendő alatt. Igen, és ez az szomorú tény, hogy erre megemlékezzünk, illetve megemlékezzenek a motorosok. A belügyminisztérium szervezett egy roadshow-t Magyarországon, és minden városba kaptak a városlakók, illetve a motorosok egy ilyen kopjafát. Itt Nagykanizsán korábbi években... Ez nem itt volt, ugye? Ahol most, tehát nem a Nem, ez a korábban a König étteremben szemben volt felállítva. Számunkra, illetve a klubtagok számára is úgy beszéltük meg, illetve számunkra ez úgy volt, hogy ez nem egy méltó hely az ilyen megemlékezése, illetve ennek a kopjafának a felállítására. Így történt az, hogy a dr. Károlyi Attila ügyvéd, aki volt motoros klubtagunk volt, ő elintézte, illetve ő kiárt azt az utat, hogy most ide került a McDonald's mellé, ide az utca mellé, illetve a körforgalom mellé, és azóta itt tartjuk a megemlékezést. Tehát átkerült ide, telekönyvileg beegyeztettük, földhivatalilag, tehát egy rendes procedúra volt ez, amíg ide került, és ősszel mindig ez a momentum kerül sorra, hogy megemlékezzünk az elhunyt motorosokra. Ugye azt mondtad, hogy annak idején 970-en haltak meg az ország útjain egy év alatt. Ez a szám, ez az arány, hogy változik, nő, csökken, stagnál, tudsz-e adatokat? Igen, én úgy tudom, hogy csökkenik a létszám, tehát az elhunyt motorosok létszáma, de ez még... Egy is sok. Igen. És úgy tudjuk, hogy most már a médiában is megjelennek különféle blogok, híradóanyagok, amiben arra buzdítják az autósokat, hogy jobban figyelnek oda a motorosokra, illetve a motorosokat is, hogy tehát máshogy közlekedjenek. Ennek van egy másik momentuma, hogy mi itt Nagykanizsán foglalkozunk nagyon sokat a motorosokkal, a fiatalokkal. Tartunk motoros edzéseket, tréningeket, télen technikai tréningeket, főleg átbeszéljük az előző évet, hogy mit kéne jobban csinálni, és akkor ez igazából íróasztal mellett, illetve egy-egy étteremben megbeszéljük ezeket a dolgokat. A technikai tréningek pedig a motocross pályán, illetve a vásárcsarnok mögötti nagy parkolóba tartjuk ilyen újonc motorosoknak. Ez... Most két úton is indulhatnánk, mind a kettőt szeretném, hogyha alaposan megbeszélnénk. Ugye, ha már szóba hoztad, bár valószínűleg magamtól is szóba hozom, ez az autós-motoros konfliktus, ami egyébként nem magyar jelenség, tehát még mielőtt valaki azt gondolná, ez a világ nagyon sok országában így van, de Magyarországon, minthogyha egy kicsit ez kiélezettebb lenne, az autósok döntő többsége, bocsánat, hogy így és egyszerűen fogalmazok, utálja a motorosokat, mert azt mondják, hogy mert gyorsan megy, mert szágult, mert a motorosok szintén nem kedvelik az autósokat, mert az autósok nem figyelnek, nincsenek rájuk tekintettel, mondják a motorosok. Most ez úgy lenne abszolút tisztességes, ha ülne itt melletted egy
autós társadalmat képviselő ember is, na de majd arra is sort kerítünk. Honnan gyökerezik ez a konfliktus, meg mi az oka ennek a történetnek, meg baleseteknél, ha meg lehet azt fogalmazni, általában ki a figyelmetlen, a hibás, a nem tudom én mi? Hát én bátran kimerném jelenteni, hogy ez az arány, tehát a hibás arányok száma 50-50%. Nyilván korábbra visszamenve, egy ilyen 40-es, 50-es évekre visszamenve, régi panoniákkal motoroztak, Csepel motorkerékpárokkal, nyilván akkor nem volt ilyen konfliktus helyzet. Kevés volt az autó is, a motor is, kevesebb volt a jármű. Meg nem szépen volt a sebesség. Nem volt akkora sebesség, így van, meg sebesség különbség. Most megjelentek ezek a nagy teljesítményű motorok, 150 sót, 200 lóerős motorok, ezek pillanatok alatt odaérnek, ahova kell, és egy autós például belenéz a tükörbe, és lát egy apró fényt, vagy nem látja a motornak a reflektorát, és még egyszer belenéz, közben átállik 2 másodperc, meg közben haladunk mondjuk 5-6 kilométert, és már ott van mellette a motoros. Tehát ez nagyon, nagyon veszélyes dolog, illetve nem is annyira, inkább azt gondolnám, hogy jobban kellene figyelni, tehát az autósnak és a motorosnak is. A motoros, hogyha hátulról érkezik, azt tudatni kéne az autóssal, hogy ő jönni fog, és ne túl közel jöjjön, hanem mondjuk nagyobb oldaltávolságot tartana, akkor nyilván ezeket a konfliktus helyzeteket ki lehetne küszöbölni. Ugye ez az egyik, hogy mondjam, konfliktus forrás. A másik pedig nem konfliktus forrás, mint ahogyan autós tragédiák is történnek úgy, hogy nincs másik szereplő, hanem valaki figyelmetlen, elalszik. Arról nem beszélünk, hogy ittas vezetés, mert az szerintem zárjuk is ki, az egy másik kategória, hanem valahogy úgy alakul, hogy neki csapódik a fának, lesodródik, egy kicsit figyelmetlen volt. Sajnos a motorosokkal is előfordul, hogy nincs ott másik motor, nincs ott másik autó, egy pillanatnyi figyelem kihagyás, és ez nagyon-nagyon veszélyes üzem, talán veszélyesebb is, mint az autó, itt nincs kaszni, ami megvédje az embert. Így van, itt csak védőfelszerelés van, maximum a ruha, és abban, amik vannak védőzónák, tehát azok védik meg a motorost, illetve a bukósisak. De hát valóban az, hogy nem figyel oda valaki, az már egy konfliktus helyzet, illetve baleseti forrás. Nyilván vannak olyan helyzetek is, amikor a motoros kisodródik a kanyarba, nem jó választja meg a sebességet a kanyarodáshoz, és ezt ugye a kanyar előtt kell mindig megválasztani, amikor már bent vagyunk a kanyarban. Én nagyon bírom, bocsánat, hogy így fogalmazok, és már magamat is ehhez a korosztályhoz sorolom, tehát az öreg motorosokat, az öreget alatt azt értem, hogy akik már régóta motoroznak, akár évtizedek óta, tehát ezek a jellemzően 40-45 év fölöttiek, ők már nem akarnak vagánykodni, ők már nem akarnak föltétlenül száguldani, ők azt az érzést szeretik, azt a szabadságot szeretik. A fiatalok, akiket elkap a hév, és ezt abszolút azt hiszem, hogy mindannyian megértjük, csak kiki másként élte ki a fiatalos hevületet, lehet, hogy nem a motoron, hanem egészen más területen. Szóval az is teljesen normális, és utána néztem én is, hogy a fiatalabb, kezdőbb, rutintalanabb motorosok sajnos, ha nem is halálokról beszélünk, de könnyebben és többször szenvednek balesetet. Aki már 50 éve motorozik, adott esetben egy chopperen, ő már nem rohan sehova, ő szeretne azon a chopperen, akár szépen 100-ra beállva eljutni valahova, és jól érzi magát. Azért megvan ez a különbség a motoros társadalmon belül is. Hogyne, megvan. A fiatalokkal mindig az, hogy ugye nagy a habitus, nagy a lendület, bizonyítani akarnak. És sokszor, és még nincs meg a rutin, a kellő rutin. És sokszor az a baj, igen, hogy nincs meg a háttér rutin. Ebben szeretnénk mi segíteni a motorosoknak. Van, aki igényli is egyébként a motorosok közül, a fiatalok közül. El is jönnek hozzánk, beszélgetnek velünk, meg is hallgatják, amit javaslunk, vagy amit mondunk nekik. Mit tudtok nekik mondani? Azon túl, hogy nyugi. Azon túl, hát nagyon sok technikai dolgot, ami segítő nekik. Nyilván mi is a saját tapasztalatunkból merítjük ezeket a gondolatokat. Korábban nekem is volt nagyon sok balesetem fiatal koromban, és azt szeretném, hogyha a fiatalok ezt nem élnék át, mert az nem egy szerencsés, illetve kellemes dolog, amikor a kórházba kell feküdni 2 hetet vagy 3 hetet. Nyilván megvan a különbség az idős és a fiatal motoros között. Az idősek valóban úgy van, hogy inkább nyugodtan, szépen szeretnek odaérni időbe, nyugodtan, szépen, szép lassú tempóval.
A fiatalok, meg is látszik egyébként a fiatalokon, hogy inkább olyan motorokat vesznek, sportmotorokat, nagy teljesítményűeket, ami nagyon gyorsan tud menni. Hát ahhoz viszont kell egy technikai háttér, hogy azt felérjék egyébként. Mi a jó út, és hát te régi motoros vagy, a szó valódi és átvitt értelmében is bátran fogalmazhatunk így. Nekem annak idején azt mondták, és aztán én bevallom, nem jutottam el a nagy motorig, de azt mondták, hogy akkor ülhetsz, fiam, nagy motorra, ha hát akkor még rometekről, jávákról és ilyesmikről beszéltünk, ugye kis motor 50 köbcenti vagy alatti kategóriában. Amíg azzal elmotorozgatsz egy 4-5 évet, szépen látod a forgalmat, azzal 50-nél, 60-nál gyorsabban tudsz menni, de akkor szétvágod egy pillanat alatt a motort, és ha ott nem esik bajod, akkor majd utána elgondolkodhatsz azon, hogy kapsz-e nagy motort. Szóval van ennek előszobája? Jó, ha valaki mondjuk egy segédmotorkerékpárra ül föl. Ma már ugye ezek is a robogókban is vannak 50 köbcentisek, tehát most már nem jávákról és rometekről, meg babettákról, meg Isten tudja még mik voltak, meg szimpszós vágbékról, meg ilyesmikről beszélünk. De tehát van ennek előszobája? Jó ez a fejlődési út adott esetben, ha most mondjuk szülők és gyerekek akár együtt néznek bennünket? Igen. Én javaslom is, hogy kezdjék meg a legkisebb korban már a motorozást, illetve a tanulást. Egyébként jó ki lett találva ez a mostani rendszer, a tanulási rendszer, motoros tanulási rendszer, oktatási rendszer, hogy teljesítményektől függően, illetve két évente lehet feljebb lépni a motorokkal, ugyanis hozzá kell szokni ezekhez a motorokhoz. Korábbi időszakban, amikor én levizsgáztam nagymotorból, akkor még úgy volt, úgy hívták, hogy nagymotor, akkor én MZ-vel kezdtem a segédmotorkerékpározást, utána kaptam a nagymotorozást, és akkor utána sikerült vennem rá, 10 évre sikerült vennem egy nagy teljesítményű motort. Hát óriási a különbség. Tehát kell a lépcsőfokozata ehhez a nagy teljesítményű motorokhoz. Mindenképpen javaslom is a fiúknak, hogy először kis motorra kezdjenek, és akkor egy erősebbel, és akkor utána még egy erősebb motorra, és akkor eljutnak egy 1000-es, egy 1500-as, 1300 köbcentis motorig. És a tréningeken mit gyakoroltok, mit mutattok meg nekik, és az elegendő-e ahhoz? Nyilván soha semmi nem elég, mert az ember haláláig tanult, tehát gyakorlatilag minden területre igaz ez, de elegendő-e ahhoz, hogy egy picit rutinosabban, nagyobb biztonsággal lépjen ki a forgalomba? Igen, hát vannak ilyen alapbevált szokások, vannak a versenypályán egy bevált szokás, amit szoktam tanítani a fiúknak. Egyébként bátran merem jelenteni úgy, ahogy te mondtad, hogy sírig tanul az ember, tehát én sem tudok még tökéletesen motorozni, mindenkinek vannak még hibái, kell is tanulni, de amit a fiataloknak el szoktam mondani, hogy ugye egyenes úton bárki tud menni, nagy gázzal, ki is tudják használni, ami nagyon fontos, a megállás a nagy sebesség után és a kanyarodás. Tehát ez a két dolog, amit szoktam tanítani, elsősorban a kanyarodást, kis sebességgel, a szalomozást, utána pedig a nagy sebességről való megállást. Tehát ezek nagyon fontosak. Ez miért fontos? Mert ha belemennek nagy lendülettel a kanyarba, akkor előtte meg kell nekik választani, illetve el kell dönteni, hogy milyen sebességgel menjenek, és a nagy sebességről a lelassítás követően tudjanak befordulni egy kanyarba. Tehát ez a lényeg. Tehát ezt kell először megtanítani nekik, hogy tudják behatárolni, hogy a kanyarodás milyen sebességgel kezdjék meg. És hát Zalában, meg még az ország egy-két megyében van még egy nehezítő körülmény és tényező, ugye az erdősült megyékben értelemszerűen van vad is. Ritkábban beszélünk róla, mert általában autós és vad ütközésekről szokott a média is hírt adni, meg erről úgy valahogy ez van a köztudatban, de azért a motoros is találkozhat vaddal, ugyanazon az úton jár, ugyanabban az erdőben. Így van, így van. Hát, vannak ilyenek? Biztos vannak, én nem tapasztaltam még ilyet eddig, biztos, hogy voltak. Hát madárral elég gyakran találkozunk, tehát a felröppenő fácánok, kisebb madarak azért úgy elkapják az embert. Nem tapasztaltunk itt Zala megye környékén vaddal való ütközést, tehát motorral. Nem is szeretném. Ne is legyen, senki ne találkozzon igen, így vaddal, igen. Tehát a vad úgy jó, hogy megnézzük. Így van, így a maradjon a helyén. És milyen gyönyörű a szarvas. A madarakat meg nem tudod kikerülni gyakorlatilag, mondjuk a felszálló fácán az
Ha az ember csak akárcsak 90-nel is megy, nem látja, hogy 40 méterre tőle fácán áldogál, aztán felszáll. Na, arra viszont szerintem gyakorlatilag lehetetlen fölkészülni, ott a lélek jelenlét, meg a jóisten, meg az őrangyal. Tehát ez körülbelül ennyi, ami múlhat, gondolom én. Így van, ez teljesen így van. Tehát azt nem lehet kiküszöbölni. Meg annyira hirtelen jönnek oldalról, hogy ezt nem tudod. Egyszerűen nem lehet kiküszöbölni. Visszakanyarodva a pénteki megemlékezéshez, ami egyébként tényleg megható volt, meg az is megható volt, hogy ennyien eljöttek. Ti is, nyilván nem mindenkit, de azért gondolom különféle találkozókról, együttmotorozásokról, hírből akár csak, gondolom sokakat ismertek azok közül, akik akár csak idén vagy tavaly vesztették életüket. Tehát, hogy ez nem csak olyan általános megemlékezés, hogy fejet hajtunk, hanem jó néhány személyes ismeretség is fűz benneteket olyanokhoz, akik már soha többé sajnos nem ülhetnek motorra. Igen, hát akik fölkerültek sajnos erre a kis oszlopra, a kopjafára, azokat személyesen ismertük mindannyian, ott akik megjelentek. Jó részt, igen, voltak más városból is érkező motorosok, ők nyilván nem ismerhették minden nyíltkart, de nagy részt mindenkit ismerünk, aki ott volt. Ez egyébként az úgy szokott lenni, hogy körbe telefonáljuk a környékbeli motoros klubokat, motoros egyesületeket, és akkor meghívjuk őket. Most hál' Istennek van ez a Facebook rendszert, és ott bármit meg tudunk osztani, illetve meghívót tudunk küldeni motoros kluboknak, és így jöttek el ennyien a rendezvényre most november 2-án. És ilyenkor az ember mit érez? Ő is ugyanúgy motoros, akinek a neve fölkerül, ugyanúgy motoros volt, lehet, hogy még hasonló korosztály is, lehet, hogy motoroztatok is együtt, és azért ott állni ugyanabban a veszélyes üzemben, azért biztos, hogy ő cikáznak, gondolatok. Túl a részvéten. Igen. Hát megfordul mindannyiunk fejébe, és főleg tavasszal, hogy most vajon mi fog történni ebbe az évben, kivel történik baleset, vagy éppen valami durva sérülés. Tehát ez mindannyiunk fejében megfordul, de én úgy szoktam mindig a többieknek mondani, hogy pozitívan indulunk el, és tessék azt szerint is élni, azt szerint működni a motorosként. Tehát nem szabad mindig a legrosszabbra gondolni. Azzal bevonzuk a rossz dolgokat. Mára köszönöm erre az adásra, hogy megtiszteltél. Holnap folytatjuk, szerdán várjuk Önöket ismét a képernyők elé, ha van kedvük. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a Bíborvirág készítette.